Tomi mesék. Tomi autót vezet. Tomi fogta a kulcsot, kinyitotta az autót és beszállt. Már indult is a motor. Elindult az erdei úton. Kanyarodott jobbra-balra, jobbra-balra, de egyszer csak eltévedt. Próbált hazajutni, de nem találta a kiutat. Aztán arra jött egy bácsi. Az erdész volt az. Jó napot! Hogy jutok ki az erdőből? Leomlott a híd, úgyhogy autóval sehogy, de átmászhat ezen a hegyen. Én is erre megyek, velem jöhet. Jó, mondta Tomi, csak összecsukom az autómat. Nekivágtak a hegynek, mentek lankásan, meredeken és nagyon meredeken, de végül felértek. Aztán elindultak lefelé, de Tomi megcsúszott egy jeges sziklán, és lebucskázott a hegyről. Ő ért le elsőnek, csak nagyon fájt a keze. Ezt be kell ragasztani. Az erdész bácsi elővette egy septapaszt, és leragasztotta a bibit. Most már indulhattak tovább. Mentek is, míg nem egy szakadék állt a útjukat. Melyiket nyomjuk meg, a pirosat vagy a zöldet? A zöldet, mondta Tomi. A híd kinyílt, és tovább mehettek. Addig mentek, mendegéltek, míg találtak egy barlangot, de zárva volt a bejárata. Melyiket nyomjuk meg? Kérdezte Tomi. Hát a hupililát, mondta az erdész, és meg is nyomta a gombot. Ó, hát ez nem sikerült. Akkor legyen a csíkos, mondta Tomi. Kitárult az ajtó, és bementek. Egyre sötétebb lett, ahogy haladtak. Még szerencse, hogy találtak egy lámpaboltot. Jó napot! Kérek egy zseblámpát, mondta Tomi. Ó, szerencséje van, csak most csak önnek akciós. Kap hozzá egy ásót ajándékba, mondta a lámpaárus. 1000 forint lesz. Tovább mentek, ment velük a boltos is. De a sötétben valaki követte őket. Mondta Tomi. Mondta az erdész. Őj, mondta a boltos. Egy szuperszőrös óriás pók, meneküljünk! Futottak, egyszer csak egy zsákutcába értek. Még szerencse, hogy adtam egy ásót ajándékba, mondta a boltos. Ássuk ki magunkat! Gyorsan kiásták magukat. És most merre fussunk? Kérdezte az erdész. Tominak támadt egy ötlete. Kinyitotta az autóját, és azzal menekültek tovább. Még mindig itt van a nyomunkban, menjünk gyorsabban! Nem lehet, ez a max sebesség, mondta Tomi. Szerencsére épp jött egy szakadék, ők átugrattak, de a szörny lezuhant. Végül mindnyájan hazaértek, és Tomi meghívta őket egy csésze teára. Wow.